Az aperitív egy igazi olasz szokás, akkor az olaszok összegyűlnek, és isznak és esznek egy picikét, mielőtt elmennek közösen vacsorázni. Alessandro, te szoktál aperitívozni? Tu fai da aperitivo? Certo, sono italiano, l'aperitivo. Persze, hiszen én is olasz vagyok, úgyhogy ez egy igazi szokás, amit én is követek. Ciao, Andrea! Ciao, ciao, ciao! Ciao, grazie mille! Andrea lesz az, aki ciao, be fog minket ciao, most vezetni az aperitivo világába. De Alessandro, nekem van egy ötletem. A múltkor te voltál az, aki mindent elkészítettél és szervíroztál, most én leszek az, aki neked mindent megteszek. Te csak üljél le, és majd én mindent el fogok készíteni. Lesso faccio tutto io. Tutti siedi, tranquillo, io con Andrea. Andreával közösen megcsinálom neked mindent. Oké, okay, oké. Okay. Jó? Andrea okja, mi rekomendálom. Igen, oda fog rám figyelni, ne aggódj. Finomat fogunk csinálni. Jó. Jó. Találkozunk nem sokára. Vedi a presto. Si. Oké. Okay. A dopo. A dopo. Arrivederci. Ciao. Eccoci qua, és íme, come gli socchita? Servus! Lui è Umberto e ci mostrerà tutti i cocktail della tradizione italiana. Most Umberto fogja nekünk megmutatni, mik a tradicionális aperitívos koktélok. Én keselyes koktélokat szoktak ebben a bárban csinálni, úgyhogy Umberto is ilyesmi koktélokat fog elkészíteni. Oké, okay, perfetto. Si? È un americano, si? Si? È un negroni, una variante. Tehát fog csinálni nekünk egy americanot és egy negronit is. Melyik a te kedvenced? Qual è il tuo preferito? Il mio preferito è americano. Az americano, Andrea kedvence. Umberto, fogadjunk, hogy te ezt tudtad, azt a baby. Hát tudsz, hogy fárad egy koktél, te is certo, ezt koktélokat csinálni? Come, fari koktél? Sì, poi ti mostro come li faccio. Sì, sì, grazie. Andrea is meg fogja mutatni, hogy ő hogy tud koktél csinálni. Hát akkor ez lesz az americano, tehát nem igazán erős, viszont egy kicsit keserni, és azért Umberto a férfiaknak ajánlja ezt. Ma è vero che l'aperitivo parte da Torino? Igaz az, hogy az aperitivo Torinóból indult? Certo, sì, parte da Torino e diciamo che in genere va accompagnato con un buffet. Quindi diciamo è come una sorta di precena. Ho capito. Dove appunto bevi. Ez egy vacsora előtti szokás, amit általában estékén szoktak az emberek csinálni. Hiszen ez Torinóból indult ez az aperitivo nagyjából 200 évvel ezelőtt. Azt mondja Andrea, hogy ilyenkor szoktak kis falatkákat is adni az italok mellé, és ettől van egy ilyen büfé hangulata az egésznek. Ma anche voi fate delle cose? Certo, dopo ti mostro insieme al chef Carlo come prepariamo il nostro aperitivo. Nagyon szerencsém van, mert hogy Andrea utána meg fogja mutatni nekem, hogy itt milyen falatkák készülnek. Igenis? Io lo spritz. Én a spritzet szeretném, mert ez kicsit enyhébb ital. Okay, mettiamo dell'aperol con un po' di zero, ok, dell'americano. Ok. A che ora di solito viene la gente? Mi costa che era feriale, mi costa che aperitivo? L'aperitivo parte in genere verso le 18:30 e si prolunga fino alle 22 di sera. Ah, ho capito. Nagyjából 18:30-tól szoktak az emberek aperitívozni egészen, akár este 10-ig is, hiszen ahogy véget ér a munka, még a vacsora előtt meg szoktak állni, találkoznak a barátokkal, isznak egyet és esznek kis falatkákat hozzá. Két koktél is készül egy időben, de van egy olyan is, hogy Negroni sbagliato, ami azt jelenti, hogy elrontott Negroni. Ez tényleg így van? Ez is anche Negroni sbagliato, no? Certo, è una variante del Negroni che dove viene eliminato il gin e viene aggiunto il prosecco. Úgy tartja a legenda, hogy a barista, aki a Negronit készítette, egyszer véletlenül kicserélt két hozzávalót. De annyira finomra sikerült ez a koktél, hogy megmaradt, és azóta hívják úgy, hogy az elrontott Negroni, a Negroni sbagliato. Grazie. Grazie. Mindegyik milyen szép sárgás, narancssárgás, piros a színű. Egy csicsin, egészségetek az aperitívóra. Milyen jó keserni és friss íze van. Igazatok volt, e ottimo, nagyon finom. Buono. Okay, grazie. Ezért most Carlo konyhájában, aki meg fogja nekem mutatni, hogy mik azok az apró falatkák, amit az olaszok az aperitívból szoktak enni. Két félét is el fogunk készíteni. Az egyik egy hagyományos krumpli kroket lesz, amit egész Olaszországban szoktak fogyasztani. A másik viszont egy halas különlegesség, amit Carlo maga talált ki. Miben segíthetek neked? Che cosa posso aiutarti? Che cosa facciamo? Adesso sgucciamo le patate, le schiacciamo e mi dai una mano a dare la forma alle croquette. Ok. Tehát először is meg fogjuk most hámozni a krumplit, ami már meg van főve. Köztelzsesztetok ott, vero? Sì, questa è una patata già lessata. A krumplikok kettet különböző féleképpen szokták ízesíteni. Valaki sonkát, valaki mortadellát szokott beletenni. Carlo viszont kétféle sajtot is fog hozzá használni. Az egyik az a parmigiano, a reszett parmezán, a másik pedig egy látói mérsékek hozzá ér. Provola, provola di là. A provola sajt. A füstölt provola sajt. Akkor biztos nagyon finom íze lesz majd. Da croquet, quell'aroma, quel profumo di affumicatura che serve.
Okay. Quante crocchette tu fai un giorno? Hai in crocchette ci lesz meg egy nap? Almeno 200-300 al giorno. 200-300 crocchette is készül ebben a bárban. Ok, affumicata. Un uovo. Tehát van benne egy kis parmezánunk, egy kis füstölt provolánk, sónk, borsunk, egy tojásunk, és ugye az összepréselt krumpli. És a friss petrezselyem. Persze, hogy friss, nagyon friss. Passiamo con le mani. Igen. E dopo tu mi dai una mano a dare la forma. Most ezt jól összedolgozzuk, hogy pépes legyen, és abból csináljuk aztán a croquetteket. Lo possiamo fare in modo generoso, lo facciamo qua, lo facciamo bello grande, perché la gente vuole mangiare. Carlo szereti, hogyha nagy ez a croquette, úgyhogy ő nem szokta olyan kicsire gyúrni őket. Aiutati con una superficie, diciamo, liscia. In modo che viene. Grazie. Vieni. No? Ok, dai. Più o meno? Potevi fare meglio, però. Lehettem volna, ügyesebb is, de azért elfogadjuk. És ezzel most kész is van a krumpli krokettünk, amit elég csak olajban kisütni. De közben csináljuk pedig azt a másik finomságot, amit Carlo mondtál. Hogy láttak haza kell túl fare, az micsoda? Mi az a másik? Csak a tartalmi dircsola. Tehát egy igazi tengeri süllő tatárt fogunk készíteni. Hogyan készül ez a tengeri süllő? Che cosa faremo? Come si fa questa cosa? Utilizzeremo anche la menta is. De furcia, e facciamo un piatto più fresco, questa volta è un crudo. Okay. E abbiamo questa ricciola che abbiamo marinato in rapa rossa e lamponi, quindi ha preso questo colore rosso. Oh. E non è tipo del pesce. Ez már maga a hal, és azért ilyen rózsaszín, mert marinálta Carlo egy kis málnában és piros retekben. Na hát ez nagyon érdekes. Ó, igen, már az illatán is érez, nagyon friss és fűszeres, de olyan, mintha egy, nem is tudom, mintha lenne benne kis fűszer. C'è anche della spezia qui dentro? Sì, ci sono, c'è un po' di finocchietto, poi c'è una cipolla. Hogy már van benne egy kis hagyma. E delle uova di riccio, riccio di mare. Aha, tehát ha van benne egy kis hagyma, egy kis kaviár, és egy nagyon kevéske kis édeskömény is. Eznek az illatát lehetett érezni. És hogyan kell elkészíteni? Che cosa facciamo allora? Adesso la serviamo in questo modo, con del couscous. Van itt egy kis couscous, egy nagyon egyszerű, semleges ízű couscous, ami gondolom nagyon jól passzol ehhez a halhoz. Naturalmente questa è già condita e marinata, è stata marinata per 8 ore, ha marinato per 8 ore. Jézus Mária. Carlo ezt 8 órán keresztül marinálta ezt a halat. Igazság szerint egy fűszerezett olívaolajban tartotta ezeket a kis halkockákat, és úgy tette be a hűtőbe 8 órára. Ettől már magának a halnak az alapíze is már jó fűszeres lett. Ahhoz, hogy kicsit édesebb legyen ez a hal, használunk egy kis avokádókrémet, amihez kevertünk egy kis mustárt és baracklekvárt. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Questo invece è una maionese di pesce, fatto solo con acqua di pesce e olio extravergine. És ebbe pedig egy kis halas majonéz van. Most beleteszünk egy kis retket is, amitől egy kicsit csípős lesz. Tehát van benne már fűszer, van benne már édes íz, van benne már csípős íz is. És ugye az alap íz, ami egy neutrális, teljesen semleges ízű kuszkusz. Un po' di menta. És a menta. Alig várom, hogy megkóstolhassam ezt az ízbombát. Non vedo l'ora di assaggiare questa bomba di sapori. Ecco. Stupendo, gyönyörű, igazi mestermű. Gyönyörű, bellissimo. Guardate, guardate! Qua, siamo pronti, che sono minden! Fantastico! Guarda, guarda! Wow, Miss. Grazie, chef! Grazie di cuore! Grazie, Flora! Appetito! Grazie, grazie. Io adesso assaggerò. Elmagyarázom, mi csoda! Mi spiegate un po' l'aperitivo che abbiamo fatto? Come no? Un aperitivone! Sì! Nagyon szép és nagyon-nagyon jó kis aperitivo csapó. Fantastico! Itt van hal, amit marináltunk kuszkusszal együtt. Aha. A krokett, a krumpli krokett a tradicionális aperitívónak. Egy kis töltött... Fiori di zucca. Igen. Wow. A ricottával töltött tökvirág, és a parmigiana. A nagymamák kedvence. Padlizsán egy kicsit paradicsom szósszal. Aha, perfetto. Szóval itt minden valami egy aperitívóhoz kell. Jó. Assaggiamo? Igen, kóstoljátok meg, nagyon kíváncsi vagyok. Igen, mindenképpen. Okay. Cincin. All'aperitivo. Az aperitívóra, egészségedre, bizony. Buonissimo. Buon aperitivo, ragazzi. Buon aperitivo, bizony. Se a te piace? Buonissimo. E te minden este ezt teszed? Tu mangi sempre questo, no? Ogni sera? Sì, più o meno sì. Igen, okay. Nagyjából minden este ezt vacsorázzal.